Hivatalosan is átadták a megújult Szekszárdi és József Attila utcát Bogyiszlón. Az útfelújítás a Magyar Falu program keretein belül 22 millió forintból valósult meg. Tóth István polgármester azt mondja, mindenképp szükséges volt a Szekszárdi út kiszélesítése, hiszen az egyik legforgalmasabb utca a faluban, és nem csak autók, buszok is közlekednek azon. A tömegközlekedésbe bejár ezen az úton. Tehát a Szekszárd-Kalocsa viszonylatban közlekedő buszok bejárnak Bogyiszlóra, járnak a bogyiszlói iskolába Szekszárdról és környékéről mintegy 20-25 gyermek, és az a buszjárat is itt jár be. Most, ha egy busz találkozik, meg egy személykocsi, a forgalmi akadály lett volna. A Szekszárdi utca szélesítését az önkormányzat saját költségvetésből már az előző években elkezdte. Most a fennmaradó 170 méternyi útszakasz készült el pályázati forrásból. A József Attila utcában elsősorban az út újra bulkolására volt szükség. Az elkészült utcák szűkkörű átadóján Horváth István, a térség országgyűlési képviselője is jelen volt, aki arról beszélt, az elmúlt években látványos fejlődésen mennek keresztül a vidéki települések. A Magyar Falu program keretében egyre több forrás érkezik a vidéki településekre, így ide a Szekszárdi térségbe is. Most Bogyiszlón egy útátadás volt, pontosabban két útnak a felújítása. Mint egy fél kilométer útszakasz készült el, több mint 20 millió forint értékben, 100%-os kormányzati támogatással. A Szekszárdi és József Attila utca felújítása mindössze 3 hetet vett igénybe.